Naplemente után sem állt meg az élet a Szúnyog-szigeten a Vadasparkban. Izgalmas programokkal várták a látogatókat. Az Éjszaka a Vadasparkban elnevezésű eseményen az érdeklődők testközelből figyelhették meg a lakók, így például Adám szarvas viselkedését. A szemfülesek bőgni is hallhatták az erdő királyát. Kis Szelina Vácról érkezett a családjával az eseményre. Eddig csak két állatot láttam, egyik anyum szímege a kecskék, de amúgy nagyon cukik mind a kettő eddig, de szerintem a többi állat is aranyos lesz. Remélem nem fognak bántani, de nagyon cukik a kecskék, meg anyum szik is nagyon-nagyon. Zadravec Nelli is nagyon szereti az állatokat. Azért szeretem, olyan szuper őket etetni, meg simízni. Tímár Dávid, a hatvani vadaspark vezetője elmondta, az esemény emlékezetes élményeket tartogat a látogatók számára, hiszen a létesítmény több állata az életmódjából eredően éjszaka a legaktívabb. Az állatok viselkedése az est folyamán, ahogy megyünk ugye az estébe bele, egyre aktívabbak lesznek. Ugye a vad, gondolok itt a szarvasra, a muflorra is, dámszarvasra azért aktívabbak, teljesen más hangokat adnak ki, tehát napközben nem is adnak ki gyakorlatilag hangot. A szarvasbika az már alapjáraton aktív, mert ugye lassan közeledik majd a szarvas bőgési időszak, már most ilyenkor elkezdte a barkát tisztítani az agancsáról. Ez is egy különlegesség. A program szürkületkor sem állt meg. Fáklyákkal világították be a vadaspark területét. A látogatóknak továbbá volt lehetőségük nyersalásra és bográcsozásra is, de voltak olyanok, akik a fűben, plédre telepedve élvezték az estét.